Veszeli Gábor, író, újságíró, végzettsége szerint földmérőmérnök, 12 évesen írta meg első versét, de már egész kiskorában is születtek költemények. Az írást akkor kezdtem, amikor még nem tudtam írni. 5 éves koromban már versikék születtek, amiket anyám írt le. Aztán komolyan, vagy konkrétan írni 12 éves koromban kezdtem. Én Pedagógus napra című verssel nyitottam. Azt egy ismerősöm kezdte füzetekbe gyűjteni, és attól fogva folyamatosan írok, de prózában azért erősebb vagyok, mint versben. Eredetileg mérnök vagyok, földmérőmérnök vagyok, 10 évig mérnökként dolgoztam, főleg a Hortobágyon. Ott azért megtapasztaltam a hideget meg a meleget, volt, amikor -10 fokba, 3 gatyába mértem, és úgy is fáztam, meg pufajkába. És közel kerültem a falusi, sőt a tanyasi emberekhez. Tehát ez is egyfajta életismeretet jelentett. Az újságírás szintén, mert nagyon szeretem az egyszerű embereket, sokszor sokkal több bölcsesség van bennük, mint egy egyetemi tanárba. A legsikeresebb, vagy legemlékezetesebb interjúimat ilyenekkel készítettem. Szekszádi Vécés nénivel, Hajléktalannal, aki valamikor feketeöves karatés volt, és 23 gyereke van szanaszét az országban, mert ide ment, oda ment, amoda ment, és ott is találkozott egy nővel, meg amott is. Sok ilyen érdekes interjút csináltam, körülbelül 4000-et múltkor nagyjából összeszámoltam. Kétségkívül Veszeli Gábor már számos érdekes interjút készített eddigi munkássága során, azonban az újságírás mellett nagy hangsúlyt fektet a vers, illetve könyvírásra is. Többek között Egy színű füzetek című könyvsorozatát már évek óta jelenteti meg. Az idei évben sorozatának 23. példánya készült el Feljegyzések szökőévben címmel. A könyv a nem éppen egyszerű 2020-as évet napról napra foglalja össze, korjellemző mű, melyben vers részletekkel, rövid feljegyzésekkel, újságcikkekkel találkozhat az olvasó. Az ikletet ez sok minden adja, mert az ember már 30 éve újságíró, íróként dolgozik, ez már 23. könyvem. Voltak köztük versek, prózák, válogatott újságcikkek, naplók, ez is egyféle napló a tavalyi évről szól, a 2020-as nem éppen könnyű évről, de nem csak naplószerű feljegyzések vannak benne, hanem verstöredékek, prózamorzsák, az emberek szeretik a rövid dolgokat, és én úgy írok, ahogy nekik tetszik, vicclapokba is írtam annak idején. Humorfesztiválokon is indultam, szóval szeretem szórakoztatni az embereket. Tulajdonképpen ez egyfajta válogatás, utáni válogatás. Tehát a prózai munkáimat a Rozsda színű Álomvilág című könyvembe adtam közre 2-3 évvel ezelőtt. A verseim legjavát pedig a Megszületett a buborék című könyvbe, és ami ezután maradt, a legapróbb kis írások, amiket azért nem akartam veszendőbe hagyni, ezek kerültek most a Feljegyzések szökőjében című könyvbe, úgy, hogy amellett azért az adott évről is szóltam, magánéleti, közéleti dolgokról, újságírásról is, mivel azt a mesterséget űzöm elég sok lapnál. Az egész napi feljegyzésekből áll, amiből kiválasztani nem lehet, viszont bárhol bele lehet olvasni, mert nem olyan, mint egy regény, hogy időben vagy térben egymásra épülnek a dolgok, tehát hol egy kis vidámabb szösszenet, hol egy szomorkásabb rész következik, mert az ember élet ilyen, tehát ez magát az ember életet örökíti meg. Mindenkinek van azért már elég széles olvasótáborom, sokfelé jártam, sokfelé értem, Tolna megye a 6. megye, ahol élek, külföldi magyarok is szeretik az írásaimat, oda is el szoktam küldözgetni. Ajánlani talán már nem nagyon kell, bár nem árt egyfajta propaganda, mert hát van, aki most találkozik először egy könyvben mondjuk. Az író azt mondja, az emberek iránti érdeklődése, kíváncsisága elengedhetetlen tényezője munkásságának. Oda megyek az emberekhez, és megismerem őket, amennyire lehet az adott idő alatt. Az embernek évek során kialakul egyfajta kérdezői rutinja, tehát már tudom, hogy mire érdemes rákérdezni, ki az, aki meg fog nyílni, és ki az, aki nem az adott idő alatt, mert nyilván egy újságcikkhez nem áll rendelkezésre több napos beszélgetés, vagy háttérinformáció. Ez kicsit ilyen
teljesítményorientált dolog a mai világban már, mert régen, amikor én kezdtem ezt a szakmát, harmad ennyi dolgot kellett leadni egy nap. Most azért sűrűbb az élet, minőségi munkára nem igen van idő, de amikor az ember picit el tud vonulni, akkor minőségi újságcikkeket is tud írni. Ez is nagyon fontos, hogy újságcikkekben és a minőséget törekedjünk, ne csak a könyvekben.